Sziasztok! Köszönjük szépen Balla Gergőnek a Platon Karatervből és Kátai Tamásnak a Tájkat a falból, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Május 11-én közösen adtok koncertet a parkban. Honnan jött ez az ötlet? Kezdem én. Azért, mert ez az én ötletem volt így zenekaron belül, és aztán szóltam a menedzsmentnek, hogy én nagyon örülnék egy ilyen közös koncertnek. Azt érzem, hogy ez a két zenekar, és még a VHK-val kapcsolatban szoktam ezt mondani, a Platonnal való viszonyulás szintjén, hogy más irányból, de ugyanoda tekint, és engem mindig ezek a párhuzamok érdekeltek, és ezért egy nagy öröm számomra, hogy megvalósul ez a közös koncert, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, ahol, tehát a forma más, a csomagolás más, de a lényegi magja a dolgoknak, a mind dalszövegekben, az ősi képek, az archeákkal való dolgozás, a szimbólumrendszer, mind amiről a dalok szólnak, és mind dallamvezetésben nagyon sok közös meccéspontja van a két zenekarnak, szóval ezért ez egy nagyon izgalmas együttműködés szerintem, és egy nagy öröm számomra, hogy ez megvalósul. Hát én is ezt gondolom, tehát a két zenekar nyilván teljesen más háttérrel bír, és ami miatt izgalmas ez, hogy az irány az viszont hasonló, és a kulturális háttér is kicsit hasonló, csak a zenei formák voltak más, milyenek, ahonnan elindultunk, mert mi is egy teljesen másik irányból, egy másik pontból indultunk, meg ti is, és nagyjából így azért hasonló az, amiről szól a zene most már. Igen, igen. Hát ugye főleg azt érzem, hogy a Platonnal indultunk messzebbről, mint ahol most vagyunk, de nálunk is nagyon abba az irányba csatornázódik, úgy látszik a projekt, mint ahol ti is vagytok. Ugye a tizenétek egy sokkal keményebb és erőteljesebb megszólalás, a miénk talán kevésbé az, de ettől függetlenül tényleg szerintem az a fontos ebben, hogy a dolgok magja, a lényeg az ugyanaz a két projektben. Igen, meg hát nekünk azért hosszabb az utunk, mert azért ez egy nagyobb lélegzetű, vagy régebbi zenekar, mert 98-ban alakult, tehát ez már 25 éves most már. Akkor én 5 éves voltam. Igen. És a 11. lemez jön ki most, és sokat változott ez alatt az idő alatt, és a Platón a három lemezetek van, ugye, és az alatt is az még többet sikerült szerintem változnia. Igen, én azt érzem, hogy mindhárom lemezünk olyan, mint hogyha mindig egy teljesen új projekt indult volna, mint hogyha három teljesen különböző zenekar írta volna a lemezeket, és ez amúgy így motiváló, meg inspiráló is számomra, hogy ne ragadjunk be egy helybe, hanem keresni mindig azt, hogy ne görcsösen egy megújulás, de hogy mi az, amit még tudunk csavarni a dolgon, és ne váljunk önmagunk epigonjaivá. Szerintem ez egy fontos tételmondatom. Igen, meg úgy ti is angolul kezdtétek el az egészet, és nekünk is az első két lemezünk az angol nyelvű volt. Igen, és igen. És utána később váltottunk át magyarra. Igen. És ez is egy ilyen hasonló dolog egy picit. Igen, és szerintem mindkét zenekar nagyon magyar. De hát, hogy érződik azon, hogy ez két magyar projekt, és ezt nem úgy mondom, hogy a Budapest Park után a következő koncertünk egy live-et opusztaszer lesz, és a tarsfélemezes táskából vesszük elő a szarvas agancsos gitárpengetőket, hanem érződik az, hogy valahol ez a része is benne van a zenébe, de egy ennél ezen túlmutató tartományokkal is dolgozunk. De hát, hogy én azt látom a tizenétekben, és az, ami engem nagyon megfog, hogy az ember perspektívájából tekint a kozmoszra, de sokszor van egy nézőpontváltás, és a kozmosz perspektívájából is tekint az emberre. És én valahol talán, hogyha meg kéne fogalmaznom, akkor ez az, amit a zenében és az alkotásban keresek. Szuper, és szerintem vannak teljesen közös gyökereink is, mint a VHK, nem tudom, hogy nektek. Abszolút. Ugye nálunk is ez az alap volt, meg van nektek is kaláka feldolgozásotok. Igen, igen. Nekünk is megvan. Igen. Szóval van egy csomó ilyen dolog, ami teljesen fura módon egyezik a két zenekarnál. Nálunk a másik dalszerző frontember, Cakó Kurel Sebestyén, a VHK alapító Cakó Sándornak a fia, szóval elég konkrét kapcsolódás van. Említettétek, hogy mindkét zenekar dolgozik magyar népi motívumokkal. Hogyan építitek be ezeket az elemeket, hogy ne váljon gicsessé?
Hát én nem nagyon foglalkozom ezzel, tehát én igyekszem a saját belső arányaimat figyelni, és az ízlést, ami nekem van, és akkor így próbálok bízni benne, hogy ez így oké lesz. Mert nyilván ez egy veszélyes dolog, tehát azért az látható, hogy nagyon könnyű átcsúszni olyan területre, ami azért nem annyira értékes, és erre oda kell figyelni, de igazából én próbálok nem figyelni egyáltalán, és csak azt csinálni, ami úgy érzem, hogy természetesen jön. Igen, ez nálunk is hasonló, szóval nálunk sem az van, hogy tudatos szinten próbálunk kiszlalomozni, hogy elkerüljünk bizonyos dolgokat. Van egy belső talán bizonyosság abban, hogy ami zsigerileg ösztönösen jön, az majd olyan lesz, és nem az van, hogy soha nem próbáljunk meg letapogatni a külső elvárásokat, vagy réseket keresni, ahova be tudunk furakodni, hanem nálunk az alkotás részében, de szerintem az egész projektben van egy kompromisszummentesség, valamilyen szinten egy önző zenekar vagyunk, hogy csak azt nézzük, hogy nekünk mi tetszik, és mi lesz ő, és aztán azt kitesszük, és az nyilván egy öröm, hogyha rezonál az emberekkel, és megérinti őket, de nem cél az, hogy a zenekar és a dalok azok nem egy kinyújtott kéz részünkről. Nálunk az alkotás aktusában rejlik a katarzis, és az, amiért mi ezt az egészet csináljuk, és nem azt nézzük, hogy mik az elvárás horizontok, és esetleg annak, hogy tudnánk megfelelni, és emiatt ugyanígy az, hogy most hogy tudjuk ezt a részét elkerülni, hogy ez valóban egy vékony jég amúgy, hogy ne legyen gicses, és még így a jó ízlés határain belül maradjon, de mondom, hogy van egy ilyen, talán egy ilyen ösztönös belső megnyugvás abban, hogy csak csináljuk azt, amit szeretünk, és az majd olyan lesz, amilyen. Igen, szerintem ez nagyon fontos, az önzés a zenében emiatt tud működni. Szerintem egy az igazán jó sikerült zenék, azok mind nagy végtelenül önzőek, és amióta én foglalkozom zenével, az nekem ez nincs semmi problémám, tehát ez deklaráltan nagyon is ilyen self-centered dolog, és csak azzal foglalkozok, amit én szeretek csinálni. Igen, szerintem is fontos, hogy itt az önző szó elől elvegyük az előjeleket, mert alapból, hogyha azt mondjuk valamire, hogy önző, akkor zsigerileg annak vannak negatív felhangjai, de szerintem ebben a felállásban ezt, és nem szabad piedesztára se emelni ezt, hogy ezek ilyen projektek, de csak el kell fogadni, hogy ez egy, szerintem ez az olyan artisztikus zenekarokra jellemző ez a hozzáállás, ahol tényleg csak az alkotás az önmagában és az önmagáért való cselekvés a lényege az adott projektnek. Most sem melyikötök nem tanult zeneiskolában, ez hátrányt jelent az alkotásban, vagy ad valamilyen féle kereteken kívüli gondolkodásmódot? Hát én szerintem ez is. Tehát én régebben azért így ezt mondogattam, hogy én nem tanultam zenét sosem, és hogy ez ennek az a pozitív hozadéka, hogy viszonylag
saját kútfőből próbálom megoldani a dolgokat, és nem azok a betanult mechanizmusok segítenek, amik egy tanulás után automatikusan előjönnének, de hát nyilván megvan a hátránya is az, hogy egy csomó mindenre magamtól kell rájönnem, ami sokkal gyorsabban és könnyebben menne, hogyha tanultam volna ezt. És utána én már láttam ezt, hogy erre nagyon nagy szükség lett volna egy alap zenei oktatásra, ami nekem teljesen hiányzott. Tehát én egyáltalán nem tudtam zenélni, csak a gimnáziumban ugye ének órán, ami volt, és ott meg is állt ez a dolog. Aminek érzem a hátrányát is. Igen, nekem is kettős a válaszom erre, abszolút egyetértek ezzel, hogy egy bizonyos fokig ad egy intuitív szabadságot alkotóként, de ugyanakkor be is korlátoz, és minél több időt foglalkozik ezzel az ember, annál inkább látja azt, hogy ennek megvan a negatív oldala, és hogy jó lenne egy nagyobb eszköztár ahhoz, hogy ki tudjam fejezni magamat minél pontosabban, vagy át tudjam adni minél inkább azt, ami bennem van. Szóval ezt én is érzem nehéz, napi szinten. Nehéz egy idő után, tehát az ember elér egy kort, akkor már nehezebb tanul. Igen, bennem is az van, hogyha ez mind még 15 évesen nem fociztam volna, vagy fifáztam volna, hanem zeneelméletet tanultam volna, most nyilván nehéz, úgyhogy apa vagyok, családom van mellette, csinálom a zenekart, nehéz megtalálni azokat a lopott fél órákat, amikor tudok skálákkal foglalkozni, vagy ennek az egésznek a hátterében. Mindketten sok időt töltöttetek Skóciában, mennyire találjátok inspiráló helynek, illetve befolyásolatiteket egyáltalán az alkotásban, hogy mi éppen a tartózkodási helyetek? Nekem nagyon fontos Skócia. Egyrészt én ott is születtem, Edinburgh-ban. Életem első másfél évét ott éltem, ami nem a tudatos síkon, de nyilván az egy nagyon erős hatás az emberre, és azt viszem magammal. Másrészt feleségem Glasgow-ba tanult, az ottani művészeti egyetemen 4 évet, szóval 4 évig én folyamatosan repültem ki Glasgow-ban, és ott nekem nem volt semmilyen szociális hálom, szóval ez úgy nézett ki, hogy kimentem mondjuk 10 napra, és akkor ott Glasgow-ban van egy csodálatos egybefüggő parkrendszer, és ott csináltam ilyen egész napos meditatív sétákat, amik nekem nagyon meghatározzák a mai napig, és az, hogy a zenekarral mi elindultunk ebbe az irányba, ahol valahol az egyetemesebb kérdéseket próbáljuk firtatni, azok a glasgow-i séták, azok nekem ebben nagyon meghatározóak voltak. Szóval mindenképp, emellett még egy olyan történetem van Skóciáról, hogy még nem adtuk ide, de már évek óta csinálunk egy arvópert feldolgozást, ami egy Robert Burns versnek a megzenésítése, a My Heart's in the Highlands, és éppen nyakig voltunk annak a stúdió munkálataiban, amikor egy koncert után odajött hozzám egy pár, és kérdezték, hogy ha el kéne helyeznem egy ilyen tájba, vagy természeti képbe, hogy hol a legjobb a mi zenénket hallgatni, akkor én hova tenném azt. És alapból nem szeretek belemenni ezekbe, mert nem gondolom azt, hogy van egy hely, ahol a legjobb ezt hallgatni, de akkor annyira intenzíven ez volt bennem, hogy azt mondtam, hogy most pont ezzel a dallal foglalkozunk, és ugye úgy megy, ezt lefordítottam magyarra a szöveget, és a felföldön van szívem, és messze jár, a felföldön űzi egy szarvasnyomát, és azt mondtam, hogy a skót felföldre, vagy szerintem az a legjobb ilyen setting a mi zenénkre. És teljesen elkerekedett a szemünk, és mondták, hogy most jöttek haza a Skót felföldről, és végig Platont hallgattak közben. Szóval lehet, hogy amúgy az egy ilyen jó környezet ez, hogy az ember a mi zenénket hallgassa. Amúgy meg, bocsánat, mind átadom a szót, még a kérdés másik felére is, hogy válaszoljak, hogy mennyire számít az, hogy hol vagyunk az alkotásban. Szerintem egy bizonyos fokig számít és meghatározó az embernek, de ahogy alkotóként és emberként is egyre tapasztaltabbak leszünk, én azt veszem észre magamon, hogy egyre inkább le tudom választani magam arról, és nyilván van egy ilyen kényszer is ebbe valamennyire, mert mondjuk onnantól, hogy gyerekem van, teljesen megváltozik az, hogy és mikor mennyi időt tudok szállni arra, hogy ezt az alkotói flow-t elkapjam, és mondjuk az a luxus kevésbé van meg, hogy mondjuk leülök, és akkor most 5 órát csak ezzel foglalkozom, hanem meg kell találni azt a módot, hogyha mondjuk most fél órán van arra, akkor egy gyorsabb merüléssel eljussok abba a tartományba, ahonnan
számomra izgalmas dolgokat tudok felhozni a felszínre. Ugye, nekem is Skócia az nagyon nagy jelentőségű az életemben, hogy én 10 évig ott voltam, és Edinburgh-ban voltam én is. És hát én írtam lemezt is, nekem van több lemezem is, ami kifejezetten Skócia által inspirált, tehát a Felföld leginkább, vagy pedig Edinburgh. És nyilván a hatása az tagadhatatlan, és hát ez az inspirációs erő, ami ott működik, az valószínű létező dolog, mert mind a ketten tanúsíthatjuk ezt, és hát én nagyon szeretem, tehát én vissza is szoktam menni mindig, rendszeresen évente egyszer-kétszer Edinburgh-ba, és akkor, hogyha ott vagyok, akkor fel szoktam menni a Felföldre egy hétre, mert én szerintem az így nekem mindig a második hazám marad, annyira nagy hatása volt rám, és hát a zenével is ugyanígy működik. Én azt veszem észre, hogy ha nem is vagyok ott, akkor is az bennem maradt ez a hangulat, és így próbálom azt így evokálni gyakran, hogy azt átélni újra, és onnan meríteni különféle hangulatokat, amiket a zenében így vissza tudok adni. Tehát igazából az, hogy én most hol vagyok, az lehet, hogy annyira tényleg nem fontos, inkább az a fontos, hogy hol voltam eddig. Gergő, neked volt korábban egy olyan mondatod, hogy a mélység nem egyenlő a szomorúsággal. Mi különbözteti meg a kettőt, és hogyan ástok mélyre a dalszerzés során? Igen, én azt szoktam tapasztalni, hogy sokszor, ahogy beszélgetek az emberekkel a platóról, akkor elhangzik az, hogy nagyon, nagyon szomorú a zenénk. Én nem gondolom azt, hogy a mi dalainknak van egy abszolút megoldása. Azt szoktam mondani, hogy a mi szövegeink azok oldandó és nem megoldandó szövegek. Szóval a befogadó perspektívájából nem releváns az, hogy mi volt bennem, amikor megírtam a dalokat, hanem önmagát kell monitoroznia a hallgatónak, hogy bennem itt mozgat meg a dal. Ezért nem mondom, hogy érvényesebb az én megoldásom arra, hogy ha ő azt mondja, hogy neki ez szomorú dal, nekem pedig, én pedig azt mondom, hogy ez egy melankolikus dal, aminek mélysége van, akkor nem mondom, hogy az én megoldásom az fölé rendelhető az övének. Ezektől függetlenül azt gondolom, hogy annyira a mai világ meg az emberek hétköznapjai a felszínen zajlanak, hogy elszoktak az emberek a mélységtől, és nem tudják szétválasztani a szomorúságot a mélységtől, a melankóliától, ami tulajdonképpen valahogy az emberi egzisztencián való szemlélődés és elmélkedés, ahol szintén, ahogy az előbb az önzőségnél mondtam, ez nálam egy olyan dolog, és ezek olyan fogalmak, ahol az előjeleket nem lehet kitenni. Szóval ez nem, se nem egy pozitív szó, se nem egy negatív szó az, hogy egy, valaki egy ilyen elmélkedő és melankolikus hangulatban van, hanem ez önmagában van, és megáll úgy, ahogy van. Míg a szomorúság előtt pedig egyértelműen ott van kint a negatív előjel. Szóval azt látom, hogy elszoktunk a mélységtől, és ezért nem tudjuk elválasztani a mélységet a szomorúságtól, és tévesen azt hiszük, hogy ezek a dalok, amiket mi a mélységről írunk, azok szomorúak. Igen, tehát tényleg az emberekkel van egy kis zavar ezzel kapcsolatban szerintem. Én emlékszem rá, amikor mi elkezdtünk zenélni, akkor is voltak zenekari fotók, és akkor metal zenekar, és akkor néztünk a kamerába, és akkor mindig azt mondták otthon, hogy de miért vagytok olyan szomorúak? De nem voltunk szomorúak, csak hogyha nem, ha nem mosolyogsz a fotón, akkor úgy értelmezik az emberek, hogy az egyenlő szomorúság. Tehát valami bánt, és akkor nem erről volt szó igazából, tehát egy semleges dolog is már arra a mezőre kerül. És így nagyon könnyen belecsúsznak a hallgatók is ebbe, hogy ezt egyszerűen csak szomorúságnak minősítik. De én igazából nem szoktam ezzel foglalkozni, tehát azzal sem, hogy amit én csinálok, vagy mit csinálunk, annak milyen atmoszférája van, hogy ez minősítető-e szomorúnak, vagy melankolikusnak, vagy csak sötétebb tónusúnak. Ezt én mindig rábízom a hallgatóra, és így nem is szoktam ebbe belemenni, hogy én magam ezt elmagyarázzam, vagy leírjam, vagy próbáljam valahogy körülírni.
Ezzel egyetértek amúgy, hogy ebben tényleg van valahol egy hangsúlyeltolódás, mert ezek csak címkék, amiket ráaggasztunk a dalokra, és valahol teljesen mindegy, hogy szomorú vagy melankolikus, ki hogy hívja ezeket a végsősoron, ami számít az alkotó perspektívájából az alkotás élménye és az alkotó folyamat, a befogadó perspektívájából pedig a befogadás élménye és az, hogy hogyan hat rá. Amiként változik is, mert lehet, hogy egy év múlva teljesen más mond neki is. Mint hogy nekem is, hogy a könyvet elolvasok, évekkel később egészen másmilyen dolgokat szedek ki belőle. Igen. És az, hogy a kérdésnek arra részére válaszolva, hogy a mélységgel hogy kapcsolódunk. Én a hétköznapokban is törekszem arra, hogy nekem az alkotó folyamat az mindig egy merülési élmény, és nem mindegy, hogy mennyire a felszínről indul ez a merülés, vagy már alapból egy olyan jelenlétből merülök, ahonnan hamarabb ottok lenni a számomra fontos dolgoknál, a lényegnél. Emiatt a hétköznapokban is próbálom nagyon megszűrni azt a zajt, ami bemegy az elmémbe a bemenetet megszűrni. Nem használok social médiát, nincsen okostelefonom, és nagyon megválogatom azokat a könyveket, amiket olvasok, hogy milyen sűrűségű szövegekkel veszem magam körbe, milyen filmeket nézek, milyen zenéket hallgatok, milyen emberekkel veszem körbe magam, vagy mi az a konkrét fizikai környezet, ahol én létezem. Szóval tehát alapból egy olyan állapotban lenni, ahol van egy intenzívebb fókusz és egy olyan jelenlét, ahonnan aztán az alkotói folyamat során könnyebb, mélyebbre merülni. Ez van egy-két technikám is, az egyik, amit szoktam mondani, ez az automatikus írás, ahol tulajdonképpen az írás aktusával generálok egy módosult tudatállapotot, valahol egy énvesztést, hogy miután, de van egy keretrendszer, amit létrehozok, a hétköznapi írástól eltérő keretrendszer, nem lehet írásjeleket használni, nem lehet ékezeteket használni, vagy nem lehet a tollat felemelni a papírról, vagy föntről lefelé kell írni, vagy jobbról balra, de hát, hogy mindig van valami szabály, és utána mondjuk egy óra után, hogyha felnézek a papírról, akkor nem tudom, hogy honnan és hogyan jöttek ki belőlem ezek a szövegek, és utána azok nem konkrét dalszövegek, de utána már a hétköznapi tudatállapottal egyfajta kurátorként tudok abból meríteni, inspirálódni. Szóval ez egy ilyen konkrétabb technikám erre a mélységre, az olyan dolgoktól eltekintve, mint még a meditáció, imaginációs gyakorlatok, fókuszálós gyakorlatok, szóval amiket én, nekem pszichológus végzettségem van, szóval abból a háttérből tudok hozni. Nekem nincsenek ilyen trükkjeim. Én nem tudom, hogy vagy kijön, vagy nem jön ki, és hogyha szerencsém van, akkor van egy ilyen vezérmotívum, és akkor onnantól kezdve már tudom, hogy mit szeretnék, de ez a motivum, ez egy random dolog. Tehát tudatosan nem nagyon tudok én dalszöveget írni, vagy zenét írni sem. Hanem a nagy káoszból egyszer csak lesz valami, kikristályosodik, és akkor, hogyha az már megvan, akkor már tudok kicsit fókuszálni arra, hogy akkor abba az irányba megyek, és úgy építek fel valamit, amiről még nem tudom micsoda, és a végén majd valami kialakul, de pont ez az izgalmas, hogy én sem tudom, hogy mi lesz akkor, amikor elkezdem. Mindig, amikor azt hinni az ember, hogy egy igazán nagy dologgal találkozik, és ami tényleg az igazán nagy dolog, általában mindig ott fogynak el a szavak, mert az igazán nagy dolog azok, amik nem artikulálhatóak. És ezért ebben is ott van az a kettőség, hogy az ember azt hinni, hogy még nem tudom, amikor ott van a gyermeke születésén, és utána kézbe fogja, akkor hogy ebből majd milyen dalok lesznek. Nálam nem lesznek abból dalok, mert nem, tehát nem, ez egy olyan megtapasztás és egy olyan élmény, aminek egyszerűen azt érzem, hogy én nem tudok formát adni, mert ez egy ezen jóval túlmutató dolog. De abból végül is nálatok született dal, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy halál közeli élményed volt Dél-Kelet-Ázsiában, szóval... Ez igaz, látod, ez egy nagyon jó észrevétel, most megfogtál. Igen, tehát hogy az egy, igen, tehát hogy mert ugye ezek a határhelyzetek, amik a legdrasztikusabb határhelyzetek mindig a létezés, nem létezés tengelyen találják meg az embert, és hogy valóban volt egy elég közel egymáshoz két olyan élményem, egy motorbaleset, illetve a dengiláz, ahol nagyon intenzíven megtapasztaltam
saját magam végességét, és azokból végül tényleg dalok is születtek, szóval lehet, hogy csak a születés, a létezés tengelyen még nem találtam meg azt, hogy hogy tudnék ennek formát adni. Egyszer én is majdnem meghaltam a felföldön, de abban nem lesz semmi. Örültem, hogy nem. De nem lett belőle dal. Vagy legalábbis lehet, hogy utólag lett belőle, de akkor abban a pillanatban biztos, hogy nem. Fenn voltam a felföldön, és a Glen Nevisnél, ami a Ben Nevis, ugye a nagy hegy, annak a völgye a Glen Nevis, és akkor ott valahogy addig szerencsétlenkedtem, hogy eltört a bokám. És nem volt sehol semmi, tehát én 8 kilométerre voltam a szállástól, és akkor vissza kellett menni a szállásra. És akkor csak tel volt a bokám, és akkor valami szakadékon keresztül kellett átmenni, és akkor ott majdnem leszakadt alattam. És azt nem is vettem észre, mert rossz úton mentem vissza, ami le volt zárva, mert veszélyes, de ezt csak utólag tudtam, hogy akkor nem ott kell volna visszamenni, csak nem tudtam odafigyelni a táblára, mert nem arra figyeltem, és akkor ott majdnem leestem kétszer, de aztán végül is az egy kilométeres szakasz volt, hogy vissza tudtam menni, és aztán jutottam a Fort Williambe, ahonnan indultam, és hát akkor ott az majdnem leestem, de nem. Vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part. Vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part, vízből van a túlsó part. Vízből spirituálisnak tartjátok magatokat? Csiorán mondja azt egy filozófus, hogy a vallásosság az nem tartalom, hanem intenzitás kérdése. És szerintem nekem ez egy számomra nagyon fontos motto, és úgy csatlakozik a spiritualitáshoz, hogy szerintem pont erről szól lesz, hogy a dogmákon túlmutatóan inkább a megtapasztalást helyezi előtérbe, ami a misztika. És nálam ez kapcsolódik egybe a spiritualitással. Szóval én próbálom letapogatni a vallásokat, a hagyományokat. Én egy keresztény háttérbe jövök, ami a mai napig egy nagyon meghatározó dolog számomra, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az összes vallásban megvan az a közös mag, az a közös metszéspont, ahol más köntösben, de ugyanarról beszél mindenki. És ez a metszéspont, ez minden vallásban a perifériára szorul, és ez a misztika része. És itt is van egy hangsúlyeltódás, hogy nagyon mindenhol a dogma kerül a középpontba, miközben szerintem az már egy rárakódott réteg, a lényegre rárakódott réteg. Én magam nem nagyon szoktam használni ezt a szót egyáltalán. Én úgy érzem, hogy sokkal praktikusabb személyiség vagyok annál, mint ahogy sokan gondolják, hogy vagyok. És hogyha erről a síkról van szó, én inkább a metafizikában, én is a misztikában ami jobban érdekel. Hogy a metafizika, az irodalom és a tudományoknak a metszéspontja az, ami izgalmas számomra, és erre próbálok figyelni, és nekem így kiismerül ez az érdeklődési köröm itt ebben a síkban.
Maga ez, ez az érdekes határterület a művészet, az irodalom és a tudományok, a kémia, a fizika, a biológia között. Az, ami szerintem egy ilyen nagyon izgalmas terület, és én nem is véletlen, hogy én főleg régebben, ugye a zenekarnak így a középső korszakában nagyon sok ilyen tudományos jellegű munkát olvastam, és ezt bele is építettem a zenébe. Róka Hasa Rádióban is ott van, is van. Nagyon igen, sok. Igen, ott a Minden Tudás Egyeteméből vannak részletek, amiket a tévéből vettem fel még évekkel korábban, és akkor végül is az bekerült a dalokba is, mert nagyon szépen rímelt arra a fajta misztikus szövegvilágra, álomszerű szövegvilágra, ami a dalokat, ami a dalokban benne volt, és a kettő együtt adott egy új érdekes értelmezést. És akkor ez gyakran előfordul még most is, hogy a fizikából, vagy a kémiából, vagy a csillagászatból behúzok konkrét dolgokat, amik a zenével és a dalszövegekkel együtt egy új gazdagabb jelentést adnak. Ti tudtok olyanról, hogy valaki félreértelmezte valamelyik dalotokat? Te senkinek nem akarom megmondani, hogy mit kellene, hogy jelentsen mindez, mert sokszor én magam sem vagyok teljesen tisztában vele, úgyhogy nem is egyáltalán szoktam ezen megsértődni, mikor valaki abszolút máshogy értelmezi azt, amire én gondoltam. Ugyanúgy működőképes lehet az is. Sőt, sokszor így még izgalmasabb is. Igen. Most a Partért kiáltó dalszövegkötet az két iskolában érettségítétel lesz irodalomból, és mind elmentem két ilyen alkalomra, és mindkettőnél az volt a konklúzió, vagy azzal hagytam ott őket, hogy szerintem a tételnek valahol abból kéne állnia, hogy mindenki elmondja, hogy nekik maguknak mit jelentenek ezek a dalok, és hogy ők hogy értelmezik ezeket a szövegeket. Szóval ilyen szempontból, hogyha mint érettségi tétel gondolunk erre, akkor ez egy főnyeremény, mert nem az van, hogy amire gondolt a költő és az életrajzi adatoknak a bemagolása, hanem szerintem pont ezzel lesz valami nagyon élő és olyan, amivel tudnak dolgozni az emberek. Arról nem is beszélve, hogy külföldön ezt sokan hallgatják, és így mukkot nem értenek az egészet. Igen, igen. Nem tökéletesnek teljesen mindegy igazából. Az elmúlt egy-két évben rengeteg minden változott mindkét zenekar életében. Tamás, te ugye koncertezni kezdtél zenekari formában, Gergő, ti pedig magyar nyelven kezdtetek el dalokat írni. Ezt is személy szerint hogy élitek meg? Oké, hát nekem ez egy nagy változás nyilván. A zenekar 23 évig nem koncertezett egyáltalán, nem is volt zenekar. Aminek megvoltak az okai, nyilván leginkább, hogy én is például Skóciában voltam, nem volt senkivel sem, nem tudtam volna ezt így összehozni, és utána nem is akartam ezzel foglalkozni, én arra próbáltam figyelni, hogy lemezeket írjak. És nekem a mai napig az a prioritás, és ez a legfontosabb, hogy valamit a semmiből megteremteni. Ez még mindig izgalmas egy év után is, és ez tényleg ez az elsődleges. Fölmerült ugye két éve, hogy akkor lehet egy ilyen koncert, itt miután visszaköltöztem Magyarországra, és akkor ez is lett, ami egy tök izgalmas, érdekes, és egy nagyon-nagyon izgi dolog, és ez nekem nagyon új nyilván, de most már így belejöttem kicsit jobban, és próbálunk, meg most már játszottunk több helyen is, és akkor kezdek kicsit én is rutint szerezni. Csak én az a baj, hogy én alapvetően nem vagyok zenész. Tehát nem is vagyok jó zenész, meg egyáltalán zenész sem vagyok, és ezt onnan tudom, hogy nyilván... Ez is egy közös pont. Igen. Tehát én most dolgozom zenészekkel, nyilván akik a zenekaron benne vannak, ők jók. És ők igazi zenészek, és azért az ember azt látja, hogy fogják meg a hangszert, meg hogy ők értik, hogy tudják is, hogy mit csinálnak. És nekem azért nehéz úgy felnőnöm, hogy akkor oda mellük a színpadon, hogy tényleg ugyanúgy teljesíteni, mint ők. De ez egy izgalmas dolog, meg az a jó az egészben, hogy így mindenki jó ember. És emiatt van értelme, mert hogyha nem lenne ez, akkor nem is csinálnám, mert így abban nincsen semmi élvezet. De így, hogy így jó a hangulat is, akkor hogy jó emberek vannak körülöttem. Emiatt az egész teljesen jó. Platonnál külső szemlélőként lehet, hogy nagynak tűnnek ezek a változások, de én belülről annyira azt élem meg mindig, hogy ilyen tyúklépésben minden nagyon organikusan történik, hogy
és ezt én nagyon szeretem is ebben az egészben, hogy azt hiszem, hogy soha egy lépcsőfokot nem hagytunk ki, hanem mindig csak ráléptünk a következőre, és ezért van egy ilyen természetes íve az egésznek. Szóval én ezeket nem élem meg belül nagy változásnak, még hogyha kifelé, ott sokkal jobban, sokkal kontrasztosabb is az egész, hogy volt egy angol nyelvű lemez, aztán egy magyar nyelvű lemez, de bennem meg alkotóként rengeteg minden alakult napról napra abban a két évben, ami a lemezek között volt. Igen, erről talán ennyit tudok mondani. Amúgy meg az számomra nagyon inspiráló, és néha én is, tehát el tudom képzelni, hogy mi is oda lyukadunk először, vagy előbb-utóbb, hogy egy stúdió projekté váljunk, mert nálam is a dalszerzésben, az alkotásban annyival több örömemet lelem, mint a koncertezésben, ami egy jó dolog amúgy, szóval nem az van, hogy egy fokhúzás, hogyha fel kell menni a színpadra, de sokkal, sokkal nagyobb élmény az alkotói folyamat, amitől pedig a koncertek elveszik az időt, szóval lehet, hogy előbb-utóbb mi is ott kötünk. Nem lehet mindent egyszerre. Igen. És egy utolsó kérdés, mik a jövőbeli terveitek? Hát nekem semmiféle jövőtervem nincs. Hát nem tudom, hát most ugye lesz a park, és akkor utána játszunk. Tudom, hogy hol játszunk. Még novemberig, aztán fogalmam nincs, hogy mi fog történni. De ez mindig így volt, és ez egyáltalán nem baj. Tehát ez egy izgalmas dolog, mindig várom, hogy akkor jövőre mi lesz, és akkor mindig valami új jön, és lehet neki örülni. Június közepén jelenik meg a következő lemez, és akkor amire ott a parkhoz érünk, addigra pár dal már valószínűleg már meg fog jelenni addig. Igen. Mi most Gőzerővel dolgozunk a következő lemezen. Az előző anyag, a Partért kiáltó, nagyon a víz szimbóluma köré épült, a következő lemez pedig a nap szimbóluma köré fog épülni, szóval ez egy napos lemez lesz. A szónak a misztikusabb értelmében.